Nem néznek könnyű napok elé az allergiások, egy ideje már támadnak a pollenek. A szezon hagyományosan a mogyoró virágzásával indult, most pedig főleg a korán virágzó fák, a platán és a nyírpollen koncentrációja okoz náthás tüneteket, így vizes orfolyást, tüsszögést, könnyezést, orr- vagy szemviszketést egyaránt. Annak, aki tudja, hogy mire allergiás, érdemes figyelnie az előrejelzéseket, és már a tünetek jelentkezése előtt elkezdenie a gyógyszerek szedését. Az, aki viszont még csak gyanakszik az allergiára, először a házi orvosához forduljon. A szakorvosi vizsgálat az tüdőgyógyászat szempontjából beutaló köteles, tehát mindenképpen házi orvos az, akit először fölkeres a beteg, de nem csak a tüdőgyógyászati területen történik az allergiának a kivizsgálása, mert ahogy mondtam, más típusú allergiák is vannak. Tehát a háziorvos irányítja el, hogy most ez egy bőrgyógyászati, egy belgyógyászati vagy egy fülorgégészeti kérdés. De ezek a szakterületek azok, akik az allergia hátterét vizsgálják. Ha valaki tudja magáról, hogy allergiás, és a gyógyszerek mellett a tünetek súlyosbodnak, vagy fulladás, nehéz légzés társul hozzájuk, felmerül a háttérben az asztma gyanúja, ez esetben az érintett mindenképpen menjen orvoshoz. Allergia esetében viszont a tünetek sokszor egyszerű, hétköznapi módszerekkel megelőzhetők, illetve csökkenthetők. A legfontosabb, hogy a beteg próbálja kerülni a találkozást az allergénnel, vagyis azzal a dologgal, ami a tüneteket okozza. Nyilván egy szezonális allergiásnak van némi lehetőség erre, de ismerünk ilyet, hogy por vagy poratka allergia, azoknak ugye egész évben nincs rá módjuk, hogy kerüljék ezeket a helyzeteket, de nagyon fontos, hogy ha olyan helyen tartózkodik, ahol nagy mennyiségben találkozik az őt allergizáló dologgal, akkor utána egy hajmosással, egy ruhacserével megszabaduljon azoktól a közvetlen a testéhez közel elhelyezkedő szemcséktől, amik az ő tüneteit fokozzák. Az ételallergiánál, ha tudja, akkor érdemes azokat kerülni, illetve a bőrgyógyászati allergiáknál is azoknak az anyagoknak a kerülése javasolt, aminél igazolt, hogy arra allergiás a páciens. A pollen helyzettel egyébként a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya is foglalkozik, mondta el 35 perc című műsorunkban a nemrég kinevezett új megyei tiszti főorvos. Az országban 19 pollen csapda működik, úgymond, amely méri a pollen koncentrációt, hiszen ez napról napra változik, és napi szinten ennek a cseréje megtörténik, mégpedig a megyei intézetnek a tetején, az Árok utcán, és ezt az Országos Közegészségügyi Intézetbe beszállítva gyakorlatilag napi szinten tájékozódunk a pollen koncentrációról. Évről évre egyre több az allergiás, ma már közel minden negyedik ember érintett itthon. Nem csoda, hogy ez is egy népbetegséggé vált, akár csak az asztma, amely szintén mind több ember életét nehezíti meg. Ennek hátterében ráadásul sokszor nem is tudni, mi áll.